udvarfalvi Hozsánna református kórus. Majd a kórus fellépése után nemzeti himnuszukkal zárjuk ezt az ünneplést. Egyetlen egy közik a
Nagyoték című regényében egy részletet szeretnék felolvasni. Az Úristen rendelte nekünk ezt a hazát. Az Úristen népe és nemzete vagyunk. Elhagyta-e valaha az Úr azokat, akik ő benne bíztak, akik az ő törvényei szerint éltek, akik az ő parancsolatait követték? Soha. Az Úr nem hagyta el az ő magyarjait. A magyarok hagyták el az Urat. Térjetek vissza hozzá, és ő megvédelmez benneteket. Magasra emel. De tudjátok is ezt, lássátok magatok előtt a boldogságos szép jövendőt, amit az Úr számotokra készített. Lássátok, magyarok, mert ahol nincs látomás, ott elpusztul a lélek, a lélekkel együtt elpusztul a nép. Tiszteld a te Uradat, Istenedet, és rajta kívül más isteneid ne legyenek. Minden bajodnak ő az orvosa, és minden harcodban az ő pajzsa védelmez, és az ő ereje győzedelmeskedik benned. Az Úr erejében, szeretetében és védelmében soha se kételkedj. Minden erőd tőle való, és minden cselekedeted őt kell szolgálja. Tiszteld őseidet, mert rajtuk keresztül nyertél életet, és örököltél Istentől hazát. Légy hűséges hazádhoz és nemzetedhez, mert csak a hűségeseket védelmezi az Úr. Szeress minden magyart, akár csak önmagadat, és légy jó indulattal másokkal szemben is. Légy becsületes, tisztességes és igaz, mert csak így nyered el az Úr szeretetét. Soha ne feledd el egy pillanatra sem, hogy saját képére alkotott az Úr. Ameddig őt tükrözött tetteiben és gondolataiban, az ő ereje lakózik te benned. Ha elhagyod őt, ő is elhagy téged. Ha nem csak hiszed, de tudod is az Istent, az Isten ereje benned van, és hegyeket tudsz mozdítani.